Tisztelettel köszöntök mindenkit! Matül Péter, a Vereckei Emlékmű alkotója, idén 10. alkalommal szervezi meg a nemzetközi szobrásztáborát. A háborús helyzet következtében külföldi alkotók helyett olyan művészek fognak részt venni az alkotótáborban, akik belső Ukrajnából érkeztek Kárpátaljára. A szobrásztáborban résztvevő alkotók műveiből a háború idején címmel nyílt kép és szobor kiállítása Munkácsi Mihály Magyar Házban. A Matöl Péter által irányított ProArte munkás civil szervezet szorosan együttműködve az ungvári magyar főkonzulátussal így módon szeretne platformot biztosítani azoknak a művészeknek, akik kénytelenek voltak elhagyni otthonukat. Ez egy teljesen ilyen exprompt kiállítás, mert azt hittük, hogy nem lesz belőle semmi a művésztelepből sem, mert nem jelentkeztek külföldről művészek, mint általában. És végül túljelentkezés volt, úgyhogy az eddigi legnagyobb számú művésztelepünk van, 11 szobrász és 2 fényképész résztvevővel, összesen 13-an vagyok. És hát nagy örömömre elhozták a kis plasztikáikat, és itt kiállítottuk a Munkácsi Magyar Házba. Matöl Péter sajátos módon kívánja meghálálni a magyarországi határmenti települések ukrán menekültekért tett erőfeszítéseit. Ezért az alkotók szobrait a menekültek fogadására és ellátására berendezkedett 5 magyarországi településnek ajánlja fel. Záhonynak, Tiszabecsnek, Lónyának, Barabásnak és Beregsuránynak. És ahogy utazgattam a magyar falvakba, lépten nyomon láttam, hogy minden faluba a helybéliek ellátják a menekülteket reggelivel, ebéddel, vacsorával. Látva ezt a nagy segítséget, ami a magyar oldalról van az ukrán menekültek felé, elhatároztuk, hogy odajándékozunk a határmenti falvaknak, mint a menekült művészek hálájaként ezeket a képzőművészeti alkotásokat. Mindegyiknek külön avatása lesz Magyarország területén, és remélem, hogy térbe, időbe egy nyomot hagy erről a szomorú történetről, ami most 2022-ben meg kell élnünk. Magyarország amellett, hogy folyamatosan humanitárius segélyt nyújt a Kárpátalján tartózkodó menekültek számára, szeretne alkotói teret is biztosítani az odaérkező művészeknek. Azt gondoljuk, hogy az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezések, amelyek az ideérkező ukrán művészeket, menekülteket bevonják a kárpátaljai kulturális vérkeringésbe, ezek nagyon fontosak, üdvözlendőek, mi is támogatjuk ezeket részben úgy, hogy mi magunk is szerveztünk egy hasonló kiállítást nemrég, illetve úgy, hogy ezt a Munkácsi mostani tárlatot is támogatjuk, és elég jelentős mértékben támogatjuk Matöl Péternek a szobrásztáborát. Mivel a terv szerinti tárlatok bemutatására most nincs lehetőség, ezért korábban a Kárpátaljai megyei Boksai József Színművészeti Múzeumban is nyílt egy hasonló kiállítás. Ott is bemutatták Olekszandr Zsilcov grafikus munkáit, aki már másodszor kénytelen menekülni a háború elől. 2014-ben Donyeckből Kijevbe, most pedig Kijevből Ungvárra. Ezek a munkák Kijevben készültek, onnan hoztam el őket, de nem mindet. Itt lehetővé vált számomra, hogy bemutatkozzam a munkáimmal. A hal a kereszténység is a remény egyik szimbóluma. A fekete-fehér kivitelezés a jó és a rossz polaritását fejezi ki. Vannak benne piros pontok is, ami a vér és az aggodalom szimbóluma. A halak ellenkező irányba néznek, ami a reményt jelképezi. A kiállításnak helyet adó intézmény számára fontos, hogy az odalátogatók lelkileg feltöltődjenek ezekben a nehéz időkben. A Munkácsi Mihály Magyar Háznak, mint kulturális központnak nagyon fontos, hogy ezekben a nehéz időkben is olyan helyet biztosítson itt a helyieknek és a környezőkről érkezőknek, ahol kicsit békességben, nyugalomban lehetnek, kicsit elmélyedhetnek a művészet világában, ezzel feltöltődnek lelkileg. Épp ezért szerveztük meg most ezt a kiállítást, azelőtt megelőzően pedig ugye lelki programokat, édesanyáknak, gyerekeknek kézműves programokat rendeltünk. A kiállítás egy hónapig, tehát június végéig látogatható, hétköznaponként 8 órától 5 óráig, és hétvégén pedig előzetes egyeztetés szerint várjuk a vendégeket csoportos látogatásra, vagy egyéni látogatást, mindenkit szeretettel várunk, ukrán-magyar nyelvű kis körbevezetéssel, idegenvezetéssel itt a Magyar Házban.
A kárpátaljai művészek remek ötletnek találják, hogy a belső ukrajnai művész kollégáik számára Kárpátalján is lehetőség nyílik alkotásaik bemutatására. De a háborús helyzetben is nagyon jó látni olyan műveket, amiben nagyon mély tartalom van, mert valaki a háborúnak a borzalmait próbálta exponálni ezekbe a művekbe, valaki pedig egy konkrét sajátságos tervvel rukkolt elő. Ami a festészetet illeti, itt különböző technikákkal próbáltak a művészek dolgozni. Van, aki például egy golyóstollal 8 tollat leírva csinált egy pár művet, és az az érdekessége, hogy a golyótollnak ugye a kitalálja a magyar mérnök úr, és akkor ez is valahogy kötődik a magyar, még az ukrán. Az ember, a művész, ez a Alekszandr Zseltszov tudta is, hogy a magyarok találták ki ezt a szerkentyűt, amivel ő most dolgozik. Külön dicséretet érdemel a kiállító terem is, hisz a megvilágítás és a művek elhelyezési lehetősége nagyban befolyásolja a látottakról alkotott véleményünket is. Ez egy nagyon szép kiállító terem, kicsit kamara jellege van, de megvan, jól minden csináló, kezdve a világítástól, a bejárattól, tehát minden, ami hozzátartozik egy kiállító teremhez. Minden át van gondolva, jól van megcsinálva, tehát amit itt látunk, ott tudunk gyönyörködni. Tehát a technikai lehetőség ennek megvan, a többi meg már művész ellátás már. A háború idején című kiállítás június végéig tekinthető meg. Az alkotások megvásárolhatóak, a befolyt összeg felét pedig a kárpátaljai 128-as gépesített hegyi vadászdandár alakulat számára ajánlják fel.